Ez a nyíregyházi kis könyvesbolt még küzd a fennmaradásért, de tulajdonosa szerint egyre nehezebb életben maradni a piacon. A magyar könyvpiac az monopolizálódik egyre inkább. A tőke erősebb nagyobb cégek vagy középcégek azok még úgy, ahogy bírják a versenyt, de a kisebbek azok egyre kevésbé. Tehát egy nyomdában könnyebb úgy jó állat szerezni, vagy kivívni, hogyha ugye oda veszek 10-20-30 kiadványt egy évben, vagy még többet is, mint évi 1-2 kiadványnál. Tehát szerintem ez a monopolizáció is még igazán jó, mert ugye ebben benne van a lehetősége annak, hogy egyfajta trend diktálása különböző terjesztők és nagy kiadók részéről. Tehát szűkíti a piacot egyébként. Nagyon nehéz, hogy mondjam, partikulárisabb kiadványokkal, legalább olyan értékes könyvekkel, mint amiket ezek kiadnak, ezek a nagy cégek versenyezni. Bár országos szinten a könyvek iránti kereslet kezd visszaállni a járvány előtti időszak szintjére, a könyvipar szereplői még korán sem lélegezhetnek fel. Sőt, a drámai mértékű papírhiány hosszú távon a piac valamennyi szereplőjét érinti, a szerzőktől a nyomdai kivitelezőkön át a vásárlókig. Egy szép irodalmi mű átlagára a közeljövőben várhatóan meghaladhatja az 5000 forintot. Az egész abból adódott, hogy amikor a nagy leállás volt, akkor ezek a cellulózgyárak, a távol-keleti cellulózgyárak leállították a gyáraikat, amiket nem gomnyomással lehet visszakapcsolni. Ugyanakkor a fafeldolgozás is leállt, tehát nem volt a munkaerő erre, mert ugye nem dolgozhattak. És viszont vagy belejátszott az is, hogy a csomagolóipar meg nagyobb tért kért, hiszen van egy műanyag tiltása a csomagolóiparban, tehát ott is papírral kell helyettesíteni, ami addig műanyag volt. A szakember szerint a nyomdai költségek akár meg is duplázódhatnak, mivel az energiaárak növekedése, a bányászat, a fémgyártás és a nemzetközi logisztikai költségek egyaránt jelentősen növekedtek. Emellett pedig a magyarországi minimálbéremelés is hatással lesz az iparra, amely jelenleg szinte napi árakkal kalkulál. Most minden olyan elő fog jönni, ami a mellékhatása, de mégis nagyon-nagyon-nagyon befolyásolja a könyvszakma, a könyviparnak a jelenét és a sikerességét. Hiszen most úgy kapunk nyomdai árajánlatot, hogy ez az utolsó pillanatig lebeg. Tehát nem tudják megmondani, hogy mennyi lesz a nyomdaköltség. Gál Katalin elmondta, jelenleg a gyerekek számára készült kiadványok iránti kereslet növekszik a leginkább. Emellett a szórakoztató irodalom és a pszichológiai témájú könyvek számítanak a legnépszerűbbnek.